Idén több mint 40 ifjú versmondó jelentkezett a 14. fehérvári versünnepre, akik közül 12-en jutottak be az áprilisi döntőbe. Tették, ami kell, és ők látják azt, az anyagba leszálltak. A fiatalok március eleje óta mentorok segítségével készülnek az április 13-ai döntőre, a költészet napján pedig a versenyzőkben bizonyára buzog már a bizonyítási vágy, hiszen az április 11-ei dátum azt is jelzi, hogy mindössze már csak 2 napjuk maradt a versmondóknak a végső megmérettetésig. A szombati döntő mindenképpen tartalmaz majd nagyon fontos pillanatokat. Én már láttam ugye a verseket, hogy mivel készülnek majd a fiatalok, nagyon-nagyon sokrétű az a paletta, amit majd felvonultatnak a kortárs körtökön keresztül, a reformkorig ugrunk majd vissza az időben, hogy csak néhány példát említsek, és én úgy gondolom, hogy érdemes lesz velünk tartani ezúttal is, várunk mindenkit, hogy szurkoljanak, szorítsanak a tehetséggondozó programunkban résztvevő fiataloknak. A döntő megmérettetésen a zsűri elnöke ezúttal is Kubik Anna lesz. A tagok közt pedig Závodszky Noémi, Bobori Zoltán és Tornyai Gábor atya mellett értékeli majd a fiatalokat Vakler Lajos is, a Fehérvár Televízió szerkesztő műsorvezetője. Szívet melengető pillanat minden egyes másodperc, amit a versünnepen töltünk ezekkel a fiatalokkal, hiszen bebizonyosodik, hogy a versre szükség van ebben a felgyorsult világban is, és hát nagyon köszönöm a szervezőknek és mindazoknak a tanároknak, akik felkészítették ezeket a rendkívül tehetséges fiatalokat. A fehérvári versünnep döntőjét élőben szombaton délután 2 órától tekinthetik meg az érdeklődők a Városháza dísztermében. A végső megmérettetésről készített felvételt pedig április 21-én vasárnap láthatja majd mindenki a Fehérvár Televízióban.